Hello, stop. Itt kezdődik a tankmúzeum. Dél-Angliában. Franc tudja, hol a mező közepén egy kibaszott nagy épületek. Konzerváló, meg minden. Itt a bejárat meg a gift shop. Itt a Leonardo da Vinci első tankja. Ugye az első tank, amit egyetlen tervezett ember. Aztán, hát itt mindenféle van, képek meg ilyenek, csak így gyorsan végigszaladok, mert elég érdekes. Itt kezdődik a kiállítás. Ez a Trench Experience, ami igazából 1916 Britannia és a szövetségesek háborúban vannak Németországban, és ezt mutatja be a trench, ez a lövészárkok, hogy milyen volt az élet, meg hogy. Ugye bejövünk itt a Britons want you. Britek akarnak. Itt beiratkozhatsz a hadseregbe, ó, de funky. Lemérnek. Ennyi, annyi. Jó, feliratkozó. De jó. Itt ilyenek, hogy nők. Brit nők, mondjátok, hogy menjetek! Neked még mindig van hely, gyere! Hoho, de funky lesz! Kurva jó, beiratkozunk, fú, de nagyok vagyunk! Király, király! Itt is apu, mesél nekünk a háborúról, fú, csalogatnak szépen. Hát aztán itt mutatják, hogy mi van, blablabla. És akkor itt föl van építve ilyen pályaudvar, abszolút ilyen életűnek tűnik. Na, akkor már itt vannak a sebesültek, fekszenek. Már nővérke, hát ez már elég szarú van. Ezzel már is foglalkoznak. Sár mindenhol. Csuva. Mocsok. Vízmérgező, ne igyál belőle. És akkor itt vannak a lövészárkok. Tele patkánnyal minden front. Ez egy életnagyságú lövészárok. Bemutatja, hogy zajlott az élet. Kuckók itt aludtak. Csávó, ez itt beparázott. Nagyon keményen kész van. Parancsnoki központ. Laci megdumálja, mi legyen. Aztán ugye bemegyünk ide a következő térbe. Itt már kezdődnek a lövészárok, folytatódik. A náci lövészárok. Aludtak az emberek, basszus. Ki tudja hány hónapon keresztül, basszus, a föld alatt. Aztán jött a tank, bassz, meg is kiűzte őket a lövészárokból. A csávó parázik is itt rendesen. Ah, jön a tank, vigyázz itt a tank! Hát aztán kifüstölték őket a lövészárokból végül is. Aztán itt kezdődik a kiállítás. Itt a Mark 4-es tank. Be van zárva sajnos.
mindenféle tankok ki vannak állítva, de most körülbelül hogy érzékeltessem, hogy ezek mekkorák. Nem tudom. Ugye lerakom ezt a szart. Hova rakjam? Lerakom egy tankra. Ez nem lesz jó. Körülbelül látni lehet, hogy mekkora. Hoppácska! Itt van ez a Sturmpanzerwagen. Hát ez tényleg valami kockadoboz izé. De ez is kurva nagy. Na itt meg benne a tankba. A motor, gondolom ebből nem sok látszik. Mert ez a csávó, hogy néz ki? Akkor itt vannak mindenféle érdekes jószágok. A Mark 8-as. Ez körülbelül már olyas, mint a TOG. Eléggé furcsa elképzelésük volt ezeknek az angoloknak erről. Itt is ezek a Mark, nem tudom, mányosok. Akkorák, hogy így nem. Egyszer nem. Na, itt egy funky gyerek. Ez ilyen, nem is tudom, ez az első traktorok egyike. Ilyen traktorból lett átalakítva, ami lánctalpas izévé. Ja, ez még gőz. Gőztraktor. És akkor itt bemutatják, hogy a lovaktól kezdve, hogy hogyan alakultak át szépen. Ezek a lovak beszélnek, úgyhogy megyek innen gyorsan, mert teljesen hülyék. Akkor mindenféle ilyen korabeli kardok, meg puskák kiállítva, tankok szétvágva bele lehet menni, hogy a lovakat hogy tárolták a háborúba. Kussolják. Itt a... Föl lehet öltözni, mindenféle sakkákat fölvenni, meg ilyenek. És akkor Funkin ott van, hogy... Szevasz! Tudom, Hitlerbe jut művettem. Itt van kis üzemanyag. Itt van egy ilyen kis alagút, ide bele lehet kúszni végig, csak úgy próbaképpen. Ja, itt érzékelt, hogy mekkora egy ló, és mekkora volt ez a tank. Ezt azért el lehet képzelni, bakker, hogy... Hát itt ki lehet próbálni. Ezt itt meg kell tekelni, és akkor hangot ad. Nem, az előbb még adott. Egy furcsa jó szeg. Oh. Na itt ez már tankformája van ennek. Független nehéz tank A1-E1 jelzéssel. Itt meg egy ilyen, hát ez is a fasz tudja mi ez. Na itt meg a MK2A könnyű tank. És aztán megyünk tovább, itt már a második világháború kezdődik, kussoljáló. Hát ez egy hatalmas térségben van az egész. Na hát itt van egyből egy Matilda, a démon. Ez még a A11-es első Matilda. Panzer 1, parancsnoki tank. Matilda 1. És itt a Renault Type UE. Hát ez egy ilyen kis izéke, nem tudom. És még húz is maga után valamit. Teljesen kész van. Na és itt a Char S35-es Somua. Hát itt további kis kutymák vannak. Ezek igazából annyira nem érdekesek.
Ja. Itt vannak ilyen szimulátorok, ki lehet próbálni. Előbb már kipróbáltam, hát nem egy nagy kunst. Ez így, ez egy cucc, ilyen hidraulikus visszalő, meg ilyenek, ott van egy egy monitor, és akkor ilyen lövészárkokat lehet kifüstölni vele, meg tankokat kilőni. Itt van Matti néni. Matilda, szevasz, okos. Na és akkor itt egy Tiger 2 egyből ide figyel a pofámba. Egy nagyon durva bezeg. Akkor, mint egy állat. Bele se fér a képbe, figyeld már. Hát ez kemény. Várja. Elrakjuk ide a cuccra. Nem jó. Na. Érzékesítésképp, hogy meg. Nagyon kemény, ez nagyon kemény ez a múzeum. Megőrülsz. Szóval itt van a Tiger 2-nk. Kis csávó. Hoho, itt egy jakpancer. Egyszer. Egyszerke. Ez is kicsit magasabb, mint csak én. Ez nem olyan nagy. Na, itt a 8,8 millis Panzerjäger, Jagdpanther, SDK FZ 173, vagy mi? Ez a 8-as szintű prémium. Hát itt vannak ilyen mindenféle ezek. Itt egy M10-es Tank Destroyer. Ez a fehér. Ez valami általános hurcoló jószág. Hát itt meg a géppuskával lehet lőni, de ezt meg kisebb próbáltam, ez szar volt. Itt a Heavy Tank M26, General Pershing, általános Pershing tank. Itt egy kis Humber Scout. Itt egy M8-es Greyhound. Na, ez meg egy Ram Kanguru. Hát ez is, nem, azt sem tudom, mi ez. Ennek nincs rajta tornya. Már ez se kicsi. Torony nélkül magasabb, mint én. Itt meg egy kis kutyma, figyeld. Góliát, ezzel keresték az aknát a nácik. Ez körülbelül ekkora. Aztán itt ilyen, ez a M22 Locust tank, ez a nagy. Ezzel tudott úszni, ezzel vitték át a cuccokat. A partra szállásnál. Na, itt meg tessék. Panzer 6 Model B. Megőrülsz. Hát ez még nagyobb, mint a Tigris. Hát még a videóban sem fér bele. Ez egy Valentin, mi ez? Híd fektetőgép. Egy szaracén APC. Egy félbevágott tank, azt majd mindjárt megnézzük. Csak körülbelül. Kurva jól néz ki. Nagyon komoly. Ja, itt lehet a lövedékeket látni. Itt egy páncéltörő lövedék. Itt a robbanók. És itt folytatódik tovább. Hát ez is valami kis jószág, nem is tudom, hát nem nagy.
trigger happy. Boldog elsütő billentyű a tank neve. És Su 76M. Könnyű gépesített tárgyú. Ez a szovjet arti. 50 heavy armored car németektől. SD KFZ. Itt a T-26. Elég kezdetleges csóri. Na, itt a Lux. És Luki. És fürger okolába. KV1B. A motorja. Hát nem kicsi. Van hátulról ez a tud, arti. Ott az Amore, figyeld! Ho-ho. Mindjárt kap egyet.